Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai napon felteszek három kérdést. Mi a terve, hogy érzi magát, és mit fog tenni? Ez a jóslás megadja rá a választ. Itt ez a három kártya utal az ő gondolataira és az ő terveire. Itt ugyan egy hölgy látható, de az jelentheti az ő tartását is. Itt vannak komoly célok, amit ő szeretne elérni. Tehát ő most nagyon céltudatos. Itt ez a madár szimbolizálja a kommunikációt. Ő szeretne veled beszélni. Azon kívül itt a képen láthatóak a kardok, és azok szimbolizálják a levegő elemét, ami szintén beszélgetésekre utal. De a második képen látható, hogy te vársz erre a hírre, és ő hagyja azt, hogy várakozz rá. Lehet, hogy azt képzeli, hogy te fogsz jelentkezni, mert ő szeretne tényleg beszélni veled, de ez a kép utalhat az ő tartására is, hogy ő keresi a kapcsolatot veled, de még várakozik abban a reményben, hogy te gyorsabb leszel, és keresed az ő közelségét. Ha így van, ha úgy van, itt lesz hamarosan egy találkozás, és itt a kelyhek érzelmekre utalnak. Azon kívül itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik. Itt a háttérben a gyermekek jelenthetik a gyermekeket is, de szimbolizálnak szintén egy új kezdetet. Itt lesz egy találkozás, beszélgetés érzelmekről, hiszen a kelyhek az érzelmeket jelentik. És most bepillantunk konkrétan az ő érzelmi világába. Itt a nulla szám jelenti az ő gondolatait és terveit. De ő még nem tudja, hogy cselekedjen. Egy lépést előre, kettőt hátra, ahogy a lába itt mutatja. Itt az egyik lábán van a szandál, a másikon nincs cipő. Tehát még ő nagyon bizonytalan, ami a tetteket illeti. Holott a gólya jelenti a változásukat. A középső kártyán látható az egész világ. Itt te veszed kezedbe a dolgokat, de jelentheti a kártya az ő tartását is, hiszen a képeknek van szimbolikus jelentése is, hogy ő veszi a kezébe a dolgokat. Én úgy mondanám, itt mindketten cselekedni fogtok. Itt a földünk jelenti az egész világot, tehát külföldet, külföldi kapcsolatokat, utazásokat, de jelenthet internetet is, hiszen az interneten keresztül is megvan ez a hálózat, ezek a kapcsolatok. És itt a harmadik képen látható már az eredmény. Itt növekszik valami. Itt kifejlődik valami. Itt termésről van szó. Gyümölcsözik valami, tehát jóra fordulnak a dolgok. Itt a 7-es szám utal a hold energiájára, és az jelenti az érzelmeket. A vágyakat, a reményeket, az álmokat, és itt az arany érmék a föld elemére utalnak reális dolgokra. Ugyanúgy, mint ahogy itt is a föld látható. Tehát ez az álom megvalósul. És a következő kártyák utalnak a jövőre, a tetteire, és arra is, hogy hat ki ez rád. Ez a kártya
utalhat rád, utalhat rá, utalhat mindkettőtökre, itt lezárjátok a múltat. A múltban megjelentek itt a háttérben látható ezek a kelyhek, amik jelentik a könnyeket, a fájdalmas emlékeket. Ennek ti most hátat fordítatok, mert elbúcsúztok a könnyek mezejétől. És figyelitek a hold energiáját, ebbe az irányba fogtok tekinteni, mint ahogy itt a hetes szám szintén a holdra utal. Ezek a vágyak, a remények és az álmok, és ez az álom megvalósulhat. De itt ezen a képen látható, hogy ez a kisfiú olyan szomorúnak tűnik, mint hogyha megsértődött volna. Holott megkaphatná ezt a kelyhet, ami az érzelmekre utal, hiszen te átnyújtanád részére, de neki ez a tartása, ahogy a képen ez a kisfiú ezt mutatja. Én most meg vagyok sértődve, én nem figyelek oda rád, holott megvannak az érzelmek, nem csak nálad, hanem nála is. És a négyes szám itt ezen a képen utal a biztonság érzetére. De miért játszadozik így, minthogyha meg lenne sértődve? És ez egy nagyon nehéz kezdet most. A tízes szám utal egy új irányra, egy új periódusra, egy új kezdetre, de itt ő sok mindent cipel. Lehet, hogy sokat dolga és fáradt. Az is lehet, hogy mások beleavatkoznak a dolgaiba, és mindezt el kell neki viselnie, cipelnie, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok. Itt az lenne a fontos, mint ahogy ez a kép is jelenti, elbúcsúzni a könnyek mezejétől, és letenni ezeket a dolgokat, amit felesleges cipelni, akkor lehet egy új irány, és ő ebbe az irányba tekint, tehát ez, amit ő tervez, itt is látható, hogy tervez egy találkozást, egy új kezdetet, egy szép családi kapcsolatot, de ne ezekkel a nehézségekkel, hanem neki ezen változtatni kellene. Elbúcsúzni bizonyos dolgoktól, gondolatoktól, ami őt nyomaszt, vagy érzelmektől, mint félelmek, bizonytalanságok, vagy hamis kapcsolatok, vagy bizonyos helyzet, vagy egy bizonyos hely, ahol nem érzi jól magát. Ha ettől el tud búcsúzni, akkor minden előre halad, és így könnyebben alakulnak a dolgok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!